Ez a második rendezvényünk, most több lehetőséget is kaptunk, hogy az épületet hosszabb ideig használhassuk, így ezt a rendezvényünket most egy hónapos rendezvényre bővítettük, nem csak egy napig van rendezvény. Most, mint szervezőt kérdezlek, hogy ez örök dilemma, hogy egy időben, tehát ez lehet egy nap, három nap, koncentráltan jönnek el inkább a népek egy rendezvényre, vagy pedig széthúzva többször eljönnek, nyilván egy kicsit más-más rendezvényekre. Most lesz a puding próbája? Igen, gyakorlatilag ez a puding próbája. Gyakorlatilag viszont én nagyon remélem, hogy olyan, tehát ezek az időszakos kisebb rendezvények, amik hétköznap lesznek, ezek sikerül egy olyan kört megcéloznunk velük, aki el fog jönni ezekre a rendezvényekre. Lesznek gyerekrendezvények, ahova gyerekeket várunk, illetve lesznek szakmai rendezvények is, de lesznek olyan lakossági rendezvények is, ami szintén szerintem nagyobb érdeklődésre tarthat számot. Ma éppen a kiállítás megnyitó előtt beszélgetünk, és itt belépve a fő előadó terembe, vagy bemutató terembe, rögtön szembe tűnik az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek. Ez négy különböző részlet. Mind a négy egyforma teret kapott, de gondolom azért helyi építészként inkább az erősségeket hangsúlyozna. Igen, hát grafikailag egy picit próbáltuk azzal, hogy több tablót kaptak a pozitív dolgok, pozitív irányba eltolni a dolgokat. Ugye a maga kiállítás tablóin Budaörsnek az elemzése látható, méghozzá egy ilyen SWOT analízisre, névre hallgató analitikai módszerrel, aminek pont az a lényege, hogy ugye van ez a négy kulcsszó, az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek. Ezzel a jelen, a múlt és a tervek függvényében is megvizsgálja az adott település. Ugye lokálpatrióták vagyunk, építészek vagyunk, szeretjük nagyon Budaörsöt, de ettől függetlenül elismerjük azt, hogy vannak hibái. Úgyhogy fontosnak tartottuk azt, hogy ez ne elsősorban egy ilyen turisztikai célú, nagyon pozitív kiállítás legyen, hanem hogy a negatívumok és a pozitívumok egyaránt jelen legyenek. Mekkora lobby ereje van a 2040-nek? Úgy értem, hogyha itt a legkiválóbb építészek a legjobbat akarják is Budaörsnek, azért a város támogatása, együttműködése valamilyen szinten csak szükségeltetik. Igen, én úgy érzem, hogy tudunk együttműködni az önkormányzattal, meg egyébként más városi szereplőkkel is, tehát többször kérték már a segítségünket, az önkormányzat részéről is kérték, hogy véleményezzük a várost érintő rendelettervezeteket. Jelenleg múlt héten is kaptam két anyagot, hogy véleményezzük, tehát bekerültünk egy ilyen körbe. Úgyhogy én gyanítom, hogyha veszük a fáradtságot és a véleményünknek hangot adunk, akkor az előbb-utóbb eljut azokba a fülekbe, akik ezt a figyelembe tudják venni. Kizárólag helyi építészeket várnak, vagy a szakma egyéb képviselőit is, bárkit, aki érdeklődik? Tehát érdemes olyannak is idejönni, aki nem helyi kötődésű, vagy itt csak azok az érintett kollégák vegyenek részt, akik ide fognak építeni, tervezni. Tehát szakmai szemmel is nagyon érdekes ugye a kiállítás, de ezen kívül pedig ez kiállítás a sima lakosságnak, tehát a nem szakmai lakosság számára is érdekes lehet, hogy egy olyan szemmel nézzen a saját városára, amilyen szemmel a szakmabeliek tekintenek rá. Ugye ezért nem is nagyon szakmai a kiállításunk, hanem szerintem érthető, laikus szemmel is könnyen felfogható a tablók anyaga. Ugye a rendezvények között lesznek szakmai rendezvények, illetve vannak olyanok, amire teljesen az átlag embereket is várjuk, a városlakókat. Olvasom, hogy a kiállítás interaktív. Miben nyilvánul ez meg? Ennek az analitikai módszernek az egyik alapja az, hogy ezt minél szélesebb körben el lehet végezni ezeket a vizsgálatokat, és abból utána össze lehet rakni egy általános képet a városról. Ennek megfelelően a tablókon is megjelennek olyan felületek, ahol a látogatók hangot adhatnak a saját véleményükre, kérdéseket tettünk föl a városról, és ezekre várjuk a válaszokat, hogy egy kis post-iten ráragasszák a tablókra, és ezzel gyakorlatilag ők, az ő véleményük is a kiállítás részévé válik. Ezen kívül ugye a hagyományos tablós kiállítás mellett használtunk különböző médiákat is, médiát is, tehát tévén, iPad-eken, illetve iPodokon lehet filmeket, videókat és timelapse videókat nézni a városról, amik az adott témát szerintünk a legjobban kifejezik.
milyen lesz Budaörs építészetileg 20 vagy akár 40 év múlva? A válasz talán ott rejlik a tablók mögött, úgyhogy meg kell nézni a tablókat, és az alapján együtt ki tudjuk találni, hogy milyen város szeretnénk, és hogy milyen irányba fejlődjön. Budaörs város elemeztük egy úgynevezett SWOT analízis módszerrel, tehát az erősségeket, gyengeségeket, veszélyek és lehetőségeket raktuk ki egy-egy tablócsoporton, hogy így megismerjük a város alaphelyzetét, és így elindulhasson egy olyan közös gondolkodási folyamat, ami előrébb viszi a várost. A kiállítás az, ugye azt mondtuk rá, hogy interaktív, tehát minden szereplőt megkérünk, vagy minden látogatót, hogy a kis kirakott posztitokra írja le a véleményét, és van hely a tablókon, ahova el lehet helyezni, ezzel az ő gondolataikkal is kiegészülhessen a kiállítás anyaga. Az alkalomra emlékszem, amikor bejöttek hozzám fiatal emberek, akik leültek nálam, és túl azon egyébként, hogy igen nagy házat viszünk az önkormányzatba, beleértve azt is, hogy számos ügyfél jön hozzánk az ügyes bajos, de inkább bajos dolgaival és segítséget kér általában. Nagyon ritka az, hogy valaki a városról alkotott gondolatait osztaná meg velünk, főleg úgy, ahogy ezt ők tették. Mondandójuk az úgy kezdődött, hogy ez a város jó. És akkor pici csönd volt, én vártam, hogy a de után, hogy jön-e de, és hogy a de után mi jön. És nem jött de, hanem inkább is követte, hogy és még lehetne jobb is. És ebben egyetérthetünk, és amikor végigvettük azokat a paramétereket, azokat a szempontokat, amitől ez a város jól lehetne, akkor megdöbbentő módon az eseteknek ugye 80, de inkább 90%-ában egyetértettünk. Tehát, hogyha itt a táblákon végigmennek, akkor kevés olyan dolog van, amivel én vitatkoznék, vagy vitatkozni tudnék. Sőt, a tavalyi beszélgetés során azokat, amiket én veszélyeknek láttam, vagy ki nem aknázott lehetőségeknek láttam, azok egy részét itt látom a falon, mint tervek, mint lehetőségek. Nagyon markáns együtt gondolkodás van közöttünk, ezzel nem lejáratni akarlak, hanem inkább megerősíteni. Annyit akartam volna még hozzátenni, hogy két olyan szempont van, ami miatt minden ilyen meghívásnak szívesen teszek eleget, és minden olyan percet értékesnek tartok, amit együtt tölthetek ezzel a csapattal. Egyfelől az a kommunikáció, ami rájuk jellemző, az sem az országban, sem Budaörsön nem annyira látványosan jellemző, életigenlő, lelkes hangulat az, ami őket jellemzi, és ez viszonylag ritka mind a városban, mind az országban. Nagyon befogadóak a másik véleményére, ez is szintén kevésbé jellemző, és tulajdonképpen ez a másik szempont, ami szintén kevésbé jellemző, és az én praxisomban is kevés ilyen tapasztalat van, hogy úgy akarnak valami újat csinálni a városban, hogy nem azért ültünk le, hogy nekem van egy remek ötletem, viszont ennyi pénz kell hozzá, hanem azt mondták, hogy nekem van egy remek ötletem, csatlakozol el hozzá, és ez nagyon mást jelent. És mondanám, hogy atipikus. Még egy olyan szempont van, ami miatt szívesen dolgozom velük együtt, hogy az világlik elő a gondolkodásmódjukból és a munkájukból is, hogy nagyon komolyan szeretnének tenni a közösségért, sőt újabb és újabb közösségeket, közösségi tereket kívánnának alakítani, és szerintem ebben a városban ez mindenképpen követendő, és nagyon sok sikert kívánok hozzá. Egy dologgal vitatkoznék, amit láttam itt a táblákon, a budaörsi identitásnak a hiánya. Szerintem ez nem hiányzik. Csak nagyon, hogy úgy mondjam, nagyon sok olyan rendező elv van, ami köré föl lehetne építeni a budaörsi identitást. Tulajdonképpen nekem leginkább a befogadó, a toleráns és a sokszínű az, ami az a három rendező elv, ami alapján a budaörsiséget meg lehetne fogni. Remélem, hogy ez így marad, és remélem, hogy ez a sokszínűség és ez a befogadást sugalló hangulat ez a továbbiakban is megmarad, és a 20-40 nagyon sokat tett ezért, hogy ez így legyen, és remélem, hogy így is marad. Nagyon köszönöm a figyelmet!